Live, pal. sorry. Welcome to Soritomania. Nagy szeretettel üdvözlünk mindenkit, én Bárt és velem van a doktor is. És WrestleMania első tét elemzünk itt nektek ezen a csodálatos estén az urnák lezárása után egy perccel. Sziasztok, nagy szeretettel köszöntök én is mindenkit. Ahogy elmondták 20 milliószor, körülbelül a most, most stupendus WrestleMania in history, meg aminek akarjátok. Lényeg az, srácok, hogy az Elimination Chamber PPV óta először néztem Birkót. Ha nem számítjuk azokat az egy-két perceket, amit mondjuk letudtam a YouTube-ra feltöltött kis adásvideókból, vagy az All Elite Wrestling revolution az első három percéből, ezeket az okokat így korábban emlegettem nektek a podcastben, de lényeg az, hogy most a Holofémet meg tudtam nézni hétvégén, és a WrestleMania első estét is, és megvolt ennek a kiadásnak az a kifejezett előnye, nagyon frissnek hatott a birkó, mint bűfaj. Uh, igen, nekem is vagy azért most elég sokat kértem így az elmúlt pár hétben, nem néztem sem Dynamite-ot, sem eee, hogy hívjákról, sem debi termékről, mert tényleg haladt itt a dolgok, és nekem is elég friss volt, és egész jó élmény volt így délelőtt, meg délután, meg így, amikor éppen idő volt rá a faljavítás, meg a villanyszerelés, meg egyéb dolgok között. Szóval alakulnak a, a dolgok fogalmazzunk úgy, hogy tényleg jó, friss volt, és hát azt nem mondanám, hogy jó volt, de egynek elment. Mit tippelünk a Lesnar reigns Kérdezik egyből. Gyors kérdés. <laughs> nem akarok más tippelni, mint reigns Én is. Clean van two, free a ring közepén, azt mehetünk haza. Ne, nem akarok semmi más tippelni, és nem akarok semmilyen bonyodalomba belemenni ezzel kapcsolatban. E, szóval ezek a helyzetek vannak, srácok és tényleg teljesen friss szemmel néztünk Birkót hosszú idő után először mindketten, és... Há... Igen, mert... Igen, igen, mert hát azért nem nagyon látnak bele maximum azok, akik a Discordon vannak, de még mind a kettőnk életében nagyon történnek a dolgok. Munkafronton, lakhelyfronton, más egyéb ilyen fronton is, csupa front van, ma is kettős front van kint egyébként, fájt is a fejem rendesen. Uh, és, és, ennél fogva hogy a birkó kicsit a hátsó ülésre szorult, hát a Wrestlemania hétvége azért mégiscsak Wrestlemania a hétvége, Dallas, Texas, AT&T Stadium, és amikor megláttam, hogy hogyan oldották meg azt, hogy ne nézzen ki a stadion szarul úgy, hogy 60-70 ezer néző van, akkor rögtem egy sort, láttad, hogy mennyire belülre rakták azt a kurva stage-et? Látom, hogy konkrétan az egész basszus izét, <laughs> hátsó szektort kukázták az ott kb. 30 ezer hely, ami ott volt a stage körül meg mögött. Igen, 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 igen. igen. <laughs> szóval igen, így, így könnyű, de Debrevi besületére egy mondva, hogy idén már nem próbálták meg beazudni a 100 ezeres stadionban a 100 ezer nézőt. Legalább a, a 70, a 77 ezer is szerintem erős túlzás. Hát ugye ugye ugy az utolsó jegyeladási infónk az 67 ezer volt, szóval a 10 ezer ember még így puff, előtűnt a semmiből. Antonik, bármikor visszanézhető a kommentek, a YouTube live úgy van beállítva, hogy a kommenteket is elmentse, szóval úgy meg lehet ezt nézni, csak nem itt középen. Szóval így. ott van az, a jobb oldalt. Nándi azt írja, hogy 58 ezer volt csak az eladott jegy. Na, az még jobb, az egy 20 ezeres hazudás. Nice job, Á, Az utolsóra mindig be lehet hozni székfoglalókat az utcáról. Azt akarsz inkább állni át? Csak ülj le az üres helyekre, és nem szólunk senkinek, és te se szólj senkinek. <laughs> Zé, mint amikor a Nebidebű közlő, ugye azt hiszik, ugye, hogy izé, Tony Kán megveszi egyeket a jegyeket a Dynamite-okra, <laughs> meg a ppv ja, ja. Szerintem lesz -e majd lenne? új fő a VM után? nem hinném, hogy nagyon nagy dizájnváltozáson változáson változni kéne, srácok, továbbra is. A WWE az jelenleg egy marketing pecsét, egy gyönyörű vízjel, amivel a WWE szuperztárjai mehetnek a tévébe. Ennyi. Én azt, gondolom, én azt gondolom, lehet, hogy lesz új, de nem kell drasztikusan megváltozó külsőre gondolni ebben az esetben, inkább euh, részletekben térhet el a mostanitól, hogyha lesz. Igen, ja, abszolút. Eee, jó, van-e még valami, amiről akarunk beszélni a kárd előtt. Hát mivel a Holofémet nem láttad még végig, yep. arról szerintem majd a későbbiekben fogunk, mert azért Undertaker beszédét érdemes kiemelni. Gyakorlatilag 45 percet beszélt az öreg, plusz 5 perc volt még az, amit. Yep amit a közönség éjjelzett végig, és nem hagyták szóhoz jutni. Én megmondom őszintén, én tényleg féltettem Tékert, mert ő azért public speakingben, ugye nyilvános beszédben soha nem volt annyira erős, tehát ő az ilyen kicsit ilyen nyökögős, you know, you know, you know, you know, tudod, 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 uh, faszi, valányszor láttuk yeah. interjúzni, vagy valami, de ez most egy nagyon-nagyon kerek és nagyon jól előadott beszéd volt, úgyhogy mindenképpen kitérünk majd rá, hogyha mind a láttuk, mert szerintem Tékernek a yeah. bevonulása azért holofém történelmi pillanat. Világosítok magamon, mert vagyok. Ja, kicsit nálam változtak meg a fényviszonyok, abból, száll, abból eredőleg, hogy ugye előre tekertük az órát, és kint még világos van. Tehát így van némi extra fény a szobában a De. lámpán kívül a, a megszokottakhoz képest. Uh, mi van, uh, Lord Fury kérdezi, hogy srácok, mi van, ha a Rollins bezavar, és DQ nem lesz egyesített bajnok, már csak azért is, hogy két hónap múlva nem kell Roman levenező Nem lesz DQ a VM finisén. Egy nyolc... ezen, a meccsen, ezen a meccsen ezt nem lehet bejátszani. Nyolc hónapos feud, srácok, ami mellé az elmúlt egy évtized legmeghatározóbb viszály a WWE-ben. Nem lehet bejátszani semmi csalafintaságot. Be lehet. Be lehet. De DQ-t nem. nem Speciál. Igen, igen. Mert akkor ott olyan bullshit-és, palotalázadás lesz, hogy ihaj. Igen, szóval abszolút nem ezt le, nem, nem, nem. Itt tudja, hogy izé lesz. Definitív finis lesz, ő egyesítése, aztán majd kapunk valami. V vagy szépen följebb tolják egy picit a Róna, hogy hívják ott, a mitkárdövet, dövet, és azt fogja vinni, ahogy hívják ott, ami mondjuk egy elég nagy feladat lesz. Bár ha azokat az embereket rakják rá, amiket egyébként a fővre raknának, akkor azért nem lesz annyira nehéz. Vagy kapunk egy tornát az új jövért, az kész. Ezt majd meglátjuk, De. ez a holnap problémája lesz, Igen. srácok. Főleg a holnap utáni. Egyébként én elfelejtettem a Youtube-ra fölmenni és megnyitni a kommenteket, úgyhogy ma ez teljes egészében a tereszortod ja, lesz. Okay. Holnap reggel lesz a vacsparti. Nem, legalábbis olyan, amit én szervezek. Nem, mert én nekem be kell mennem dolgozni. A hibrid munkavégzésre állunk át, és hétfőnként nekem be kell menni dolgozni. Én homofiszorok, de én is dolgozom, úgyhogy well, yep. ez van. Ha, izé. Ee... De nincsen megtiltva, ne, tehát képernyő ne. megosztással bárki élhet a Discord szerveren, és e, egyébként az NXT Stand and Deliver adást is Tis így van. nézték sokan e, tegnap esne. Tehát ott is ott is volt olyan Discord tag, aki ezt megtette, és csatlakoztak is hozzá jó tucatnyian. Úgyhogy ez ez mindenki számára egy nyitott lehetőség. Csak kell hozzá egy jó Ja, yep, igen. Lizardben fogunk beszélni Kodiról, meg arról, hogy mi a, uh, mi a lényeg, de erről majd, majd akkor beszélünk. Jó, akkor mehetünk a kárdra, és... <coughs> Azért ezt még itt hagyom. Két óra volt a kickoff, és nem volt kickoff meccs. Igen. Ezt így, így, Mit éreztek azok, akik ezt a USA Network-ön nézték? Főleg úgy, hogy Bakker az, az, az a... A meccs videókat, amiket ugye leszoktak adni a Prisóban, yeah. azt így leadták újra a Gálán. Tehát az összes holnapi meccsnek, az összes fontosabb holnapi meccsnek a meccs videóját is leadták yeah. így a meccsek között. Nem csak a mai meccsekének. Egy egyébként a vicces volt, mert minden meccs kapott kis videót. Yeah. Ezzel próbáltak meg ugye fontosságot csepegtetni az eseménybe, ha már a build-el ez nem sikerült. Ja. Yeah. És érdekes openert is választott a Debbie, mondjuk annak elég jól betett ugye egy sérülés, ez pedig az úszók meccse volt Sinszke is Rick Buxal. Csak ugye Buxnak a quadricepsze búsan távozott a mérkőzés kellős közepén. Hát amikor megláttam, hogy ez a nyitó meccs, akkor magamban megcsináltam a kis mentális feljegyzést, hogy akkor tavalyi SummerSlam booking minta van, és klasszikus felépítés, undercard és ugyanagy meccsek felé. Ja a show vége felé haladva, és végül is így is lett, bár némelyik mesnek a pozícionálásán lehet vitatkozni így is. Um, tényleg ez, ez, rövid volt, és nem tudtuk meg, hogy mi lett volna teljes egészében, ugye lehetett olyan infókat hallani, hogy Bux és Nakamura megnyerték volna a tegöveket, de ugye a mérkőzés elején Nakamura rugdosta az úszókat, aztán az úszók hitelték Nakamurát, beváltotta Buxot, Bux buksz bejött, és a harmadik buvnál a quadricepszel busan távozott, amikor ugye fel akarta venni a vállaira az úszókat, és hát nem volt jó a súlyelosztás, úgy fogalmazva, és egy csúnya rogyasztással ott a quadriceps patella szépen távozott a helyéről, ami ott első pillantásra nem volt világos, hogy valódi sérülése, vagy csak szellingelni akarnak, de... Igen, az nekem sem volt ö, egyértelmű. Tehát, na, fogalmazunk úgy, hogy az úszóknál maradt az öv, és mennek tovább a bloodline-nal. Igen, hát ugye nakamurának kellett így egyedül befejezni a dolgot, mondjuk nem féltem nakamurát, mert ő az ilyeneket szerintem kis újból lehúzza. Persze. Hmm. Nem, amíg tartott igazából szerintem nem volt szart, nem, nem, nem lehet azt mondani, rá, hogy egy rossz meccs lett volna, teljesen normális tag-team húrokat uh, pengettek a, a srácok, uh, csak hát ugye tényleg Bugsnak a nagy kórkánbelké lett pont uh, félbeszakítva, és ebből aztán egy ilyen kurta furcsa Nakamura intro lett, és uh, abból aztán a befejezés, és kicsit, kicsit uh, jó, persze értem, hogy el akarták húzni, hogy nem ne mindjárt az elsőnél vége legyen, de az első meccsben úszó splashből nem kell kirúgni azért, hogy legyen nem. még egy 3D igen, kik olyan Eh. valószínűleg az hogy hívják, volt szóval az impro, volt szóval Jó. Eh. Jobb. Fogjuk, fogjuk rá, hogy leimprózták a srácok. Egyébként abból a szempontból nem bárom, hogy az úszóknál maradt az öf, hogy ö, ö, ők abszolút ö, tudják képviselni a Tech Team Divízió maradékát, szerintem karakterben a toppon is vannak ezen a téren. Abból a szempontból Nakamura és Bugs párosát érdemes lett volna talán megnézni, ez egy szórakoztató duó, bár tudom, hogy te Bugsban alapból többet látsz, mint én. Igen. Megmondjuk, ha mondjuk tényleg Rome holnap nyer, vagy hát ma este nyer, akkor azért az a kép az impresszív, az úszók ott állnak mellettük szintén az övvel, szóval... Jó. E... Szegényna, szegény, Nakamurának meg csak nem akar összejönni a Ivra a moment. Nem, nem, egyáltalán nem. Azon kívül, hogy tökör rúgja AJ Styles. Egy igen, egy kicsit, kicsit csalódást keltő meccs után az is. Igen, e... igen ez. Hát igen, most lett volna egy tekti nyerésük, ha hihetünk a plegykáknak, de, de ezt így offoltuk. Jött a McIntyre Happy Corbin. Az mi, hogy a meccsnél jobb volt a package, amit összeraktak? Meglepően! De a WWE csapata tényleg a csirkeszarból is képes csirkesalátát csinálni. Hát arra a dumára nem is emlékeztem a Seth Corbinnál, hogy hát ez itt egy konzervleves, de nem volt konzervnyitom, ezért az utcakőhöz ütögettem addig, amíg ki nem nyit. Elkezdett nagyon hiányozni, elkezdett nagyon hiányozni a szomorú Corbin. A Seth Corbin a tavalyi év egyik cucca volt és megjegyzem, Corbin utolsó négy évének az egyetlen pillanata, amikor nem volt Goavei hitje. Igen, nem, sőt, pont a másik vége volt, ugye. Ha nem, ha 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 nem, ha nem, akkor tényleg igen, szórakoztatta közösség. az embereket. Most viszont megérkezett ugye Happy Ben, Madcap Most-tal, aki megnyerte az André Bátor t a SmackDown-on. Amikor mondjátok, srácok, hogy hát ki fog, ki fogja megnyerni az André Royale-t, és akkor így, így közöltétek, hogy hát izé, nyerte, ugye most most és elvesztette a presztízsét a royale akkor én magamban megjegyeztem, hogy ennek a betrójának soha nem is volt presztízes rácok, szóval ezt így engedjük el. Ugye Paul Heyman volt az, aki nemrégiben azt nyilatkozta, hogy nagy dolgokat lát Metcap most Lehet, hogy hallgatnak hémerre Lehet, lehet. Bár nem tudom. Nem baj, de akkor tudod, tudod mit tudok elképzelni, hogy Hamer ott volt a gorillában az André the Giant Battle Royale előtt, és mint Livnek a, a Lana Leslie esküvő előtt, hogy üvöltött izé megkepnek, hogy ez a te pillanatod, mutasd meg nekik! <tus> ez meg a Hozen Így van, így van! <tus> és így egy valamit érdemes megemlíteni ebből a meccsből, csak az ugye, hogy McIntyre kirúgott ugye, az End of Days-ből, amivel eddig még senki, amire valószínűleg egyébként csak akkor jöttek rá, hogy az End of Days-ből senki nem rúgott még ki, amikor ebből így virális túsz lett az internetes már közönségben. Mert Igen, ez a... az évelején kezdett el terjedni. Igen. Szóval, ugye, ez biztos, hogy nem szándékos volt, mert a wrestlingben a srácok az ilyen dolgok nem szándékosak. <laughs> Fogalmazzunk úgy, hogy a Taker strékje sem szándékos volt, Goldberg strékje sem szándékos volt, szóval az ilyen dolgok, srácok, a wrestlingben nem szándékosak. Minden esetre... Uh, annak örültem, hogy nem volt hosszú a meccs. Én Tehát ugye előzetesen azt mondtam, hogy ez ekkor lesz jó, hogyha olyan lesz, mint a Drew Ginder, ami ugye volt négy perc. Ez a meccs most volt nyolc, de mondjuk Corbin pont annyival jobb Jindernél, Igen. <laughs> hogy, hogy ezt a különbözetet uh, el lehet tüntetni. Ugye uh, volt az a fura pillanat, amikor Korbin nyerésre állt, és Metkepp elkezdett pattogni neki ott az éprönön, és Korbin lezavarta. Ez, ami teljesen random volt egyébként, de gondolom ezzel már a kis szakadást próbálják yeah, 14 okay. kettejük között. Uh, teljesen indokolatlan volt egyébként a dolog, ebből meg volt Drunak a kambekje, Akkor megcsinálta ugye a nagy dájvot is, a ringen kívülre, hogy azért már valami látványos is legyen. Yeah. És. Uh, Hát aztán a végén ugye a Claymore meghozta a győzelmet Drúnak. Annak örültem, hogy végül is a végső győzelem az így, az így erős volt. Tehát nem. a helyes győzelem, a helyes személy győzött, és, és viszonylag erősen is győzött Drew. Aztán az más kérdés, a végén egy pirotechnikai kiegészítővel ketté vágta a ringét a kardjával. Nem értem. Nem, nem. Nem értem. Egyébként mindig panaszkodunk rá, hogy, ez, nincsen hosszú távú feud a WWE-ben. Na, ez egy hosszú távú feud <laughs> volt egyébként, mert fél évet elbazagodott McIntyre Corbinnal, szóval... Hát ha beleszámoljuk a Madcap-es cuccokat is, akkor igen, igen teljes, szóval... teljes, 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 egészében. Üm, én nagyon remélem, hogy Drew azért most följebb megy mert itt egyébként a Mánián Drew, egy, Drew tök jó reakciót ja, kapott. Drew úgy működ, az, mint ahogy működni működnie kéne. Mondjuk valószínűleg az, az az iparmértékű hit is kellett, ami a péntek és Megdanom volt korbinnak a promójában. Ja, hogy elvesztetted a kardodat, mint az anyádat? Igen, Val valószínűleg az azért egy kicsit ott betalált a, közönségnél is. Szóval... Igen, ez csúnya dolog volt, Igen. fogalmazzunk Igen. Ki, így, még az ilyen korbin féle hírtől is. Igen. <laughs> Persze, gondolom Drew ugye benne volt, mert ugye Ja, azért a meg szokták ugye beszélni előre, hogy miről lehet promózni, meg miről nem. Néha előfordul, hogy nem, de azért az ilyen dolgokról azért, azért szoktak beszélni. És egyébként általában a Cor Corbin szeretik a backstage-be, szóval uh, Corbin egy buzi nagy pölcs, de az a csak itt bírsz. Ugye, saját... A Zafárjuk, a igen. <laughs> szóval azért corbin bírják a backstage-be, szóval valószínűleg azért ezt megbeszélte meg Kintájörrel, de az ott, ott ütött, szóval az valószínűleg. Jó. Maga a sztori igazából eddig a pontig tényleg érdektelen volt, hogy a nyitó meccsé is, Igen. de én úgy gondolom, hogy ebből a pár percből kihozták a, 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 a maximumot. maximumot. Persze. Drew mehet följebb, Corbin meg mehet, mehet kell felizélni. Jaj, de jó lesz! Igen. Istenem. <laughs> belegondolni is ijesztő. Iku Fighter Joe már ugye leigazolta az All Elite, szóval most már Joe az ottani zafár. Igen, meg ugye megjelent az Age-be is. Így van. Az így van. Arrow Age show, ami ugye szintén kánbirodalom már most. Annyi birkó volt a hétvégén, hogy elképesztő, és látom, hogy a Discordon vannak, akik mindent megnézik. <laughs> mert ugye az Impactnek az Impact is volt ilyen szervezeteken átívelő PPV-je, a Multiverse of Matches, az Zaro nak is ott volt a Super Card of Honor, ezen kívül is voltak más ilyen videóra vett indigálák, és akkor emellé még a WWE, meg a. Nem, nem, tudom, hogy van erre időtök, basszus. Interference történt megint. Igen. Eddig bírta, nélkülem Dexter. Megjött Dexter. Csak nem Loomis. Bár néha félek tőle annyira, mint Dextertől, mikor így megmutatja a kést. Van nálad védelem, fiam? És akkor megmutatja a húsvágó Lumisnak is az volt a karrierének a csúcspontja. Én Lumis tegnap az NXT előműsorán láttam szerepelni, amikor Duke Hudsonnal versenyeztették őket a nőik, hogy ki tud jobb kávbolynak beöltözni. Big Thumbs Up. Igen. Igen, az, 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 az is, az, is, ilyen volt. Kérdéseket megelőzendő, Stand and Deliver nxt nem lesz szó, mert egyikünk sem látta. <hállt> Tegnap Nandi pingelt, hogy jöjjek nézni a main eventet, de akkor már konkrétan félig aludt. <hállt> <hállt> én, 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 elindítottam a pisót, hogy na oké, okay, talán megnézem, hogyha kezdődik hét órakor, de elmentem vacsorázni, és utána megvacsoráztam, rájöttem, hogy annyira nincs kedvem hozzá. Vagy. én is úgy voltam vele, hogy ugye, az új Samsung TV-ben nincsen hogy hívják network, ezért rá a laptopot Ú és úgy voltam te este, amikor így a podcast után lementem. hogy hát a faszomnak van kedve rádugni a laptopot nézzünk Youtube-ot oké, Na. Na, oké okay, okay, srácok, lépjünk tovább. tovább lépjünk tovább a Gala harmadik mérkőzésére ami ö, számomra az este egyik legkellemesebb meglepetése volt és uh, tényleg nem számítottam arra, hogy ez ennyire jó mérkőzés lesz, a misztériók birkóztak ugye a Mizzel, és Logan paul -al. Ja, abszolút jó. Azon kívül, hogy a kis misztérióban továbbra sincsen semmi karizma, karizmát felmutató gén, mert semmi, szóval le egyébként lehet ilyen szempontból, hogy egyikük gyereke sem. a mégis igaza volt, hogy hát nem hasonlítasz az apádra. <coughs> Szóval, szóval, a postás a gyanús, nem Edi meg Ray. Leginkább. Igen. Viki, Vagy viki, a pizzafutár. Almighty, hagyd ezt a Ray egyértelműen a lassú. A Discordon is fasság, és itt is fasság. Nem öreg, és nem lassú. Szóval ezt Gyerekek, uh, én, én, pont azt jegyeztem meg a mérkőzés közben, áll, hogy úgy meg, mint a golyó. Igen. 48 jó. is. Igen. Tehát, kurva jó. Sem, semmit nem lassult. Ő, Igen. nézzétek meg Jeff Hardit, na, ő lassult. lassult. Meg RVD. Nézzétek meg, meg Rob Vendemet, ő is lassult. Rémisztérió ehhez képest jó, Izé, a Ferrari-ból átült egy Porséba. Ja, körülbelül ennyi. max. Ennyi a Igen. A fiatalabb kora, meg most között. Uh, Ray még mindig uh, nagyon tud menni a ringben, megvan a kisugárzása is. Szerencsétlen Dominik tényleg ezt nem örökölte. Pontosan úgy, ahogy például a szerencsétlen Curtis Axel se, ugye, perfektnek a karizmatikus génjeit, vagy ugye a kis a, a millió dollár mennek a génjeit. Mindent megcsinál neked a ringben a srác. Ja. Kurva jó. Minden! De... De, de, nem, a egyszerűen nincsen, és ez a legnagyobb problémája. De most az volt a szerencséje, hogy három olyan ember vette körül, akinek viszont van. Igen, igen, abszolút. Eh... És még ezen azt is segített, ugye, az Edi utalás, ugye, hogy fölvette ugye, a kabátot, ugye, amit szerintem kurva kevesen ismertek föl, szerintem még a Discord közül is. Ugye az Edinek volt konkrétan, ugye a korai időszakában, amikor megjöttek Amerikába, ugye, a Dallasi teritoriumra, ugye a Los Gringos Locos, ugye az őrült gringók gimik volt az, amikor ilyen amerikai tiktakos kabátba jöttek be, ugye, tech teamként. Szóval már ott ugye... elkezdődött az Edi Tribute. Igen, Gerero uh, Art Barral, aki tragikusan fiatalon elhúnyt, alkotta ezt a tech témát, uh -huh. és abszolút ezelőtt volt egy ilyen tiszteletadás misztériumék részéről. A túloldalon pedig Miz összeöltözött Logan paul szóval ők is abszolút uh, tech teamnek néztek ki ezen a mérkőzésen, és nem egyszer megjegyeztem magamnak a meccs közben, gyerekek, Logan Paul teljesen király volt. És most nem akarok a YouTube munkássága, meg influenceri munkássága felé elmenni, arról annyit tudok, amennyit veszekedtek róla a Discordon, meg két, két, havonta veszekedtek róla egy kicsit. Nem nagyon vágom a csávót, de itt, amit csinált, az teljesen jó volt, és egy full natural heal. Tök természetes heal az ember, és ez az apró dolgokban kiválóan átjött, amit a mérkőzés közben csinált. Hát amikor megcsinálta ugye a várázogatást a Frog Splash előtt, meg a Sri amigo előtte, azt hittem, hogy lefújolják a plafont. Olyan hitet generált a csávó baszki, a meccsen belül. Szóval, és ez az, amit én is kiemeltem e, magamnak, hogy bazd meg, történetmesélés az benne volt a meccsben. És egy celebrity volt meg a történetmesélés. Mert abszolút, ugye tényleg az, hogy abszolút bele akartak mászni, ugye e, réjék e, fejébe. Akár, ugye akár, elveszem. Felállok a kutyával, és elveszem tőle az üveget. Szóval, hogy uh, abszolút megvolt a történetmesélés a meccsben. Igen, Pierce is, uh, állítólag hárman dolgoztak nagyon sokat vele, ugye? Hems, Pierce, meg Gulák. Szóval, uh, látszott. Látszott, nagyon látszott, tényleg. Szóval, abszolút uh, meglátszott az, hogy, hogy uh, készült a srác. És srácok, pont ezzel rögtünk adás előtt Bártfival, hogy régen a celebek megjöttek a birkóba, csináltak valami bóckodást, nem tudom, a ringen kívül, a ringen belül, páncsolt, boxmeccset, mint Mr. T, vagy, vagy tököm tudja. May és most, er, a cele... Ugye? és, és most a celebek, akik érkeznek a WWE-be, konkrétan megtarulnak ennek a kedvéért birkózni. Ott volt Bad Bunny, oké, okay, hogy én őt nem szeretem, mert túl kicsi és tartom, ahogy Canadian destroyer ugrál, de megtanult birkózni hozzá. Itt van Pat McAfee, aki, Pat McAfee, aki szintén megtanult birkózni a saját szakállára, hogy óta legyen, óta folyamatosan készül. Hogy, hogy ő is használható legyen, és itt van Logan Paul, aki tényleg bármit is csinál influencerként, amit hallottam róla, az nem tetszik, de a biznisznek megadta a tiszteletet azzal, hogy ő is fölkészült, és úgy jött ide, mint a nem az első meccsét birkózna. Mert ez... ten, abszolút nem úgy nézett ki. És a fizikum abszolút megvan, ahogy írja Bálint is, ugye, ugye a boxból, mert úgy néz ki az meg, mint a roster 90%-a, vagy jobban. Mellé van egy olyan természetes kisugárzás az influenceri cuccból, ugye, ami, amit azért nehéz tanítani. Nagyon király volt. Nagyon-nagyon király volt. A meccs is Ö, Kellemes volt. meglepetés volt, igen. És, és még a hitre akartam kitérni, hogy ugye mivel a hit alatt próbálták Pólt sókézelni és megmutatni, hogy mit tud, ezért még a hit sem volt olyan unalmas, mint szokott menni, mert ez színesítette abszolút. Meggondoltuk, magunkat ki akarunk menni. Jó, addig beszélek. Szóval Misztériójék tempója továbbra is ott volt, a Szeren az is kiváló volt, a, a mérkőzésnek a záró része szerintem szintén jól sikerült, pörgős volt. Mi Nézd, volt az, ugye, az a fiamigo? Megolt. Hát az mi? Óriási volt, óriási volt. Főleg az, hogy a, ugye, 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 a Dominik akarta először beadni. Igen, és kettőig. Igen. Vagy ez vagy nem Ray volt? Ré volt, Ré adta, Ré adta, Ray kezdte adni a Trimigót, aztán nem jött össze. Aztán beadta ugye Logan Paul, beadta a Frog splash Dominik egy centi hián mentette az apját annál, mert nagyon közel volt, hogy lemaradjon róla. Igen. És hát aztán ugye jött a finish, amikor Miz beváltotta magát, Én. a 619 pozícióban lógó Logan Paulon, aki ugye uh -huh. megkapta a magáit. A... Ami egyébként szabálytalan teg a szabálykönyv szerint, de az mindegy. <laughs> ugye mert a felső kötél felett kell tegelni még mindig <laughs> az FTR beszólna rá valószínűleg meg kornet is, de hát így jártunk, ugye Logan Paul megkapta magáét, de aztán Miz bejött Skullcrushing finálé és vitték a győzelmet aztán a nagy ünneplés közepette Miz adott egy Skullcrushing finálét Logan is, és erre elkezdtem rögtön, hogy Miz ezzel meg <laughs> Igen. Mert akkora ítje volt a csókának Hogy ezzel fésztörnősz, Hogyha megtámadod Igen, igen, abszolút Abszolút Gyerekek ja. <laughs> szóval, És egyébként tényleg Logan nem lógott ki, szóval Ha egyébként a box után megjön a kedve a birkóhoz Akkor egyébként simán Elnéznénk Abszolút elfér igen. Elfér ebben a mezőnyben Jó jött az este egyik legjobb meccse. Először Steph kikísérte Gable Stevensont. -szont. <laughs> Adás előtt beszélgettünk egymással a doktorral, és realizáltuk, hogy Gable Stevensonból sobdos életben nem lesz sztár. És lehet, hogy ezt majd a pár év múlva, mert nem így lesz. Legyen úgy. Legyen, legyen úgy, úgy. Én őszintén remélem. De Bakker, konkrétan ugyanazt láttam, mint amikor Mark Hellit leigazolta a WWE. És ugye Mark Hellit is ugyanúgy Kingel mutogatták, meg JR-ral mutogatták, meg mindennel, és ugyanez volt, hogy Ő így kijött, integetett, ó, oh, Cica is megjött interferencebe, szóval állatos podcastünk van. <laughs> szóval, hogy, hogy kijött, tehát ö olimpiai bajnok, birkózó, kétszeres NCAA heavyweight champion, egy fucking birkózó zseni és gép a csávó. Ennyit kell tudni róla. Hát az, az amatőr birkózásban megjárt mindent, amit Amerikában meg a világon meg lehet igen, nyerni. is 21 éves. 21 éves, akkora, mint egy hegy, mint a szemét, de közben ezt csinálja. Egy... De sajnos a kisugárzást nem látom benne én sem. Száfolyóan rám egyébként tényleg. Igen. Mert azért kör kördben, amikor megjött olimpiai bajnokként benne, láttad, hogy ő egy szuper Man. Igen. karizmatikus arc. Igen. Ugyan, ez egyelőre nem látom. Nézzétek meg uh, például Lesztárnak az egyetemi Birkóc utcait. Abban is látod, hogy baszd meg az a csávó, egy szuper sztár. Stevenson meg ez a... Mosolyog és bólogat, mosolyog és bólogat. <laughs> hát, na. És holnap állítólag jön a róra. Igen. Aztán majd meglátjuk, hogy mi lesz. Na. Hogy, hogy tényleg, hogy hívják Igen. lesz -e belőle? Kurt vagy már Harry? Na de akkor tényleg lépjünk át a negyedik mérkőzésre, amivel elkezdődött a top a sora, és hát erre nyugodtan mondhatom, hogy ez nem csak nevében volt top mérkőzés, és igazság szerint magasabban kellett volna lenni ezen Igen. a kárdon szerintem a negyedik pozíciónál. Uh, Becky Lynch, te meg a bajnoki címét Bianca Böllerrel szemben, ugye tavaly a summerslam elindult story betetőzését láthattuk. Ha bármit a meccs rovására tudok írni, az az, hogy kicsit egyértelmű volt a végeredmény, hogy Bianca vissza fogja itt venni a győzelmét és megszerzi a bajnokjövet. De az odavezető út, az a 18-19 perc, amit Bekiék letettek az asztalra, hát az azért ott volt a szeren. Becky fucking Lynch két szín meg aztán. Tényleg kezd olyan lenni, mint amilyen szereti magát hasonlítani, hogy én vagyok a bi profi birkozás Joe egyje. És tényleg így van, bazd meg. Mert kijön Bakker úgy, mint amik Mila Jovovicsban meg az ötödik elemből, és bazd meg, érzed azt, hogy sztár erő van a meccsben. Hát ha még fehérben is lett volna, akkor full Mila Jovovics Igen. az ötödik elemből. Igen. Szóval full érzed, bazd meg, hogy van, van sztárerő a meccsben. Bekinek már az entrance is abszolút látszik, látszik ez a sztárerő, tehát hogy mondjam, a magyarban nincs annyira jó szó erre a carry how how you carry Á, igen, Hogy, hogy hogyan, Az a hogy, hogy tartod hogy, magad, igen. Ez hogy, a... Hogyan tartod, hogyan viseled magadat. Na, Becky úgy viseli magát, mint egy sztár. Igen. A hülye ruhák, meg minden egyéb ilyen cucc ellenére, meg Minden ellenére. húzni, meg a napszemüvegek, meg minden ellenére, Becky egy kibaszott sztár. És úgy érkezett meg ebbe a mérkőzésbe, mint egy kibaszott sztár, és azzal a célral, hogy Bianca a nap végén megkapja a pillanatát. Abszolút az jutott eszembe róla, amit Téker mondott, eh, amikor ugye megverte a, jo a lokál jobbert. És, ugye, hogy tényleg szó szerint megverte, és akkor Vince mondta neki, hogy, hogy most eh, mindenki az öltözőben is azt hiszi, rólad, egy pöcs vagy, meg odakin a 17 ezer ember is azt hiszi, hogy pöcs vagy, meg az 5 millió tévénéző is azt hiszi, hogy pöcs vagy. És akkor megtanultam azt a leckét, hogy mindig úgy kell viselkednem, mint egy sztárnak, és úgy kell viselkednem, hogy tisztelettel bánok mindenkivel. Becky... Hát azért. Mert az érzékelés valóság. Igen, mert a Perception is Reality a legjobb mondat volt, ahogy hívják ban. az egész beszédben. Imádtam azt a mondatot. Mert az tényleg így van. Hogy Perception is Reality, tényleg. És Bekinél abszolút érzed, hogy egy fucking szupersztár. Én megkockáztatom, hogy jelen pillanatban a világ első számú női birkózója. Igen. És ha férfi női birkózókat nézzük, akkor is a top 5-ben van. Talán top, top 3 ba 3. is. Top 3. 3. Igen, 3. Mert kb. <laughs> Roman Becky, meg Brian. Szóval kb. ez a top 3 jelenleg. Uh, igen. Beleszemben tudom, hogy Bianca sokaknak az agyára ment már ez utóbbi időben, Nem. meg sok mém kerünk vele kapcsolatban, hogy túl van pusolva. Muszáj gyerekek pusolni ezeket az új generációs Ilyen. csajokat, mert egyszerűen a Four horse women, meg talán, talán Alexa, aki ugye nagyon sokat kiállja a sérülései miatt, de, de a Four Horse alatt egy akkora szakadék tátong, Meg Asuka. A következő. Meg Asuka, igen, de őt is mindig alárendelték a Four Horse a nap végén. Szóval ott egy akkora szakadék tátong, és, és arra jönnének az olyanok, mint Biller meg Ripley, hogy muszáj kapniuk a puszt, mert egyszerűen ezt át kell ugrani. És ezt nem, nem, nem tudod csak úgy, hogyha legyőzöd folyamatosan a nálad jobbakat. Uh, nagyon sok jó ötlet volt ebben a meccsben tehát az elején például az, hogy mindenáron gyorsan akartak győzni felidézve a Summers temet, ugye mindenki a gyors győzelemre ment, főleg Becky, de Bianca is megpróbálta ugye a Kiss a kiódít mindjárt az elején uh, aztán az, ahogy Becky a tavalyi meccsükre utalt vissza a tavalyi singles meccsükre utalt vissza, hogy mindenre volt válasza, Igen. amit ugye Bianca csinált Igen. nagyon sokáig akkor Biankának a comeback -je. A vége az, hogy Beki abban is talál megoldást, ugye, meg, a, beadja a menthandle a nagy force a répcsőre. És Bianca az utolsó pillanatban visszajön, és az, az marha jó volt, hogy Beki így próbálta gyakorlatilag deadliftbe talpra állítani a következő menthandle és amikor sikerült, felemeli KOD és puff. Igen. Az egész meccs jó volt, és Látom, srácok, hogy cseten a a épp arról megy a vita, hogy uh, Bianca túl van pusolva, meg, uh, meg egy simáper mit kárdelt, vagy mit Látok benne. Rohadtul nem értek benne, egyes srácok. Én sem. Bianca egy fucking main eventer. A közönség zabálja, de nagyon durván. Akármit csinál a ringben, a super proper szuper jól néz ki, szuper. Tényleg best. Most már fejben is ott van hogy main -er legyen, mert most már nem csimpifon van, mint mondjuk tavaly a meg megilletődés, hogy itt vagyok, meg mi, hanem tényleg biznisz van. Karaktermunkában sokkal jobban egyben van, mint eddig bármikor, és abszolút ö, azt érezte, hogy oké, okay, kislány, nem vagy beki de a main event az megvan. Srácok, én nagy. Csirályság, én... hogy Rea jobban megérdemelné, mint Bianca nincs olyan, hogy megérdemelni. Olyan van, hogy kiérdemled, srácok. Pont, is. pont rá akartam kitérni, hogy én imádom Riát, és a nyers tehetségében, meg más pár dologban is jobbnak tartom Riát Biankelnál. De a közönség ugyanannyi vagy rövidebb idő alatt sokkal inkább elfogadta Biankát, mint Riát. Így van. Ha megnézzük Ria tavalyi futását és Bianka első futását nagyjából egyszerre robbantak be egy pár hónap eltéréssel, Biancát sokkal gyorsabban elfogadta a közönség, és ez, ez szempont kell, hogy legyen. Én nagyon remélem, hogy Ripley nem lesz sokáig lemaradva, és becsatlakozik ebbe a buliba. Nagyon nagy vágyam egy beki ria mérkőzés, amit remélem, hogy még az idén megkapunk. Yeah. De ez nem Biancának az érdemeit kisebbíti. Sőt. Csak ez az, amit nem tudsz oktatni, meg nem tudsz kényszeríteni. Az, hogy a közönség hogy reagál valakire, azt nem tudod kényszeríteni. Akárhányszor próbálták meg. Vannak persze trükkök, amivel lehet valamilyen folyás mederbe terelni, fogalmazzunk, úgyhogy el lehet próbálni ebbe. Pálint, abszolút nem a a hibája a cuca. Reád, azért összeraktak meg mindennel. Hát! Azért De a Charlotte fiú után szerintem az. De attól még a közönség nem fogadta el? Nem annyira, mint reméltük. Igen. De én továbbra is azt gondolom, hogy kellett volna ez a döntő győzelem Charlotton. Most szerintem kicsit igazságtalanul Riára fogod, hogy én nem azt mondtam, hogy nem fogadtál a közönség, azt mondtam, hogy nem annyira, mint Biankát. De, de nem annyira, mint biankát, és ez a lényeg. És nem vért, hogy futottad a többit Biancával, mert ha Biancát elfogadja a közönséget, akkor avval fut. Jó, jó, ez jogos, de én mondom továbbra is reménykedem abban, hogy Ria Persze. is nem sokára itt lesz, mert alkalmasra. Igen. Uh, mi esetre ez most Biancáról is Bekiről szól, az este egyik legjobb meccs Igen, volt. Abszolút a legjobb. Szerintem, amit uh, letettek az asztalra a csajok, Uh, talán, talán jó, oké, nagyon kötekszem, akkor egy-egy move-ba bele tudnék kötni, meg a match én néha bele tudnék kötni, de fölösleges. Mert lehet, továbbra ezek... is meg megvan Bekinél a, a tipikus bekis bal -alságok. Szóval az, a az ami yeah. a big time back sem veszel ki a meccsel. Ebből a szempontból egyébként Beki egy másik vörös hajú emlékeztet, Karen Gillenre, aki ugye Nebulát játsza a, Marvelben, és Émi Pontot a doktorúban. Igen. Na az a csaj tipikusan olyan, hogy a legbedeszebb szerepeket megkapta, de van benne valami bájos ügyetlenség, és ez Bekiben is megvan. És ha nézel vele egyébként, ugye ez egy civil, inter, be civil interjút, akkor pontosan ugyanilyen uh, Karen Gillen tényleg. Igen, 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 Ő, is, ő, is, ő is tipikusan ilyen clumsy és ez bekiben is minden sztár erej megvan, de ez néha olyanokban csúcsosodik ki, hogy izét szenton akar ugrani a felső kötére, és úgy pofán törli a lábával Biancát, mint a szemét. <laughs> az így bum, ben volt. <laughs> de itt van mit tenni? Mi, ez az, hogy ez, ez Bianca az. visszaadja, ez a dolga. Igen, igen abszolút. Na mindegy. Szóval szerintem is abszolút az egyik legjobb meccsét birkózták, sőt, abban addig, addig, amíg a meccsnek vége lett, akkor mondom, ez az est meccse. Szóval csak utána volt egy kis probléma, hogy, hát történt valami, ami utána jön. megjött Seth Rollins kis kórusra. egyébként imádom Seth karakterét, szóval kezdem érteni Seth karakterét, és imádom. Imádom! Hát engem halára irritált a privács videóban, amikor megmutatták, hogy mi történt Vince irodájában. Imádtam az egész szegmens! Gyerünk, gyerünk, rúg ki! arra várok, hogy ki! Mi lesz? Fölfüggesztesz? Vagy kirúgsz? Vagy mi lesz? Kapsz-e? Zé, miért? 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 Zé, szenvedsz itt a dolgokhoz, hogy tudod, hogy hozzám kezd van jönnöd. Nem rúgsz ki, főnök? Csak hozzá kellett volna jönnöm. <laughs> imádom szetet! Imádom szetet! Nagyon király! És nem és jön, jön, jön át! És imádom azt, hogy ugye, hogy néha váltogatja, hogy amikor, amikor így fókuszált, és tenni jön a, a, a broken cut, mint metnél. Imádom! <laughs> és mellé az entrance is mi a szar? <laughs> volt abban a kórussal, meg a tánca, meg mindennel. Meg a Becky stylistja által rápakolt ruhával. <laughs> Ami egyébként pont úgy nézett ki, mint a Becky szekrényéből vette volna. <laughs> Onnan tudod, hogy nem így volt. Ne, Elképzelhetők. <laughs> képzeltük. jó volt. Imádom. Imádom. Imádom szetet. És izé, és imádtam ugye, hogy a WWE Debi Debi, megint take your fucking time mol Szóval Húzzuk az időt, és Seth is, ma Seth is tök jól szellingeli az egészet. Ne húzzuk más időt, ne húzzátok más időt, akarom tudni, kivel bírkózom. Akarom tudni, kivel birkózom! Egy pillanatra nagyon megijedtem, hogy trollkodás lesz a vége. Hogy, hogy, here hogy comes the money! Here comes the money, vagy Goldberg, vagy valamilyen nagyon bullshit amikor lekapcsoltuk az Aninát, egy pillanatra megérkeztem, hogy megjön Vajet, -er, a izéval a lámpával. Vagy Téker, -er, igen. A, Mert a, ilyen, a főleg nem szépen szépen szépen, nem Mert ugye Téker fölvette a holofén beszéde végén a kabátot meg a kalapot, és közölte, hogy soha nem mondta, hogy soha. Igen. És, és akkor e... a lights akkor azt megmondom, hogy ha gong lesz, akkor ide meghalok. Azt meg úgy beszartam én is, tényleg, hogy valamelyik lesz a sok trollkodás közül, de nem, hanem a WWE nagyon tökös volt, és nem belezték ki az American nightmare mert wrestling has more than one royal family. És, és boom, a kings, uh, kingdom. Gyerekek, libabőr. Liba bőr volt, srácok, és a közönség felrobbant. Be, nem, volt, nem, nem, volt az, az nagy részében túl forró a közönség, de erre nagyon fölébredtek Dallasban, és hát az a látvány, ahogy ugye Kodi kijött az üzé alól, a, a, rámpa alól, rám fölemelkedett, és ott volt mögött az American Nightmare Titantron, szólt a Kingdom a piró, hát az egy geció kép volt. <laughs> Egy baj van vele, hogy a WWE nagyobb szkéljében és jobb minőségében kurva undorítóan néz ki az a tovább! <coughs> 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 és akkor látod, látod fucking Cody Rozza, aki elment hat évre, lebirkózta, fölépítette magát az American Nightmare-rel Európában, meg Amerika, az amerikai indinél, meg az NWA-nél, fölépítette az All Elite wrestling ugye többet magával, meg minden, és megjön fucking Cody Rhodes a wrestling és látod Cody, hogy be van szarva. <laughs> Amikor jön le a hívjákon. A rámpán. Srácok, tényleg ez, 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 egy WrestleMania moment, és ezt, ezt ki kell mondanom, hogy ez egy WrestleMania moment. Kodinak a visszatérés, és nagyon érdekes volt olvasni vele itt most már az interjúkat ma délután, hogy, hogy Vince és Pritchard elrepültek hozzá, hogy tárgyaljanak vele, és hogy elmondta nekik az interjú vagy, vagy, a tárgyalás során, hogy ő úgy érzi, hogy meg kell tartania a mindent. A külső prezentáciából is Vince erre azt mondta neki, hogy hát, ha nincs elromolva, akkor ezt akarjuk megvenni. Igen, mert valószínűleg Vince pontosan tudja, hogy hogyha kontrollálják Kodit, akkor az American Night, mert rengeteg pénzt fog szülni. Szóval, ha nem hagyják neki az olétes vadhajtásokat, ez bazd meg top main eventer cucc. Az American Nightmare-t azt konkrétan megmutattuk, hogy hova lehet vinni. Igen. Az a vicc, hogy az AEW előtt. Igen. Amikor Cody indízett, Igen. Akkor, akkor megmutatta, hogy mi a karakternek tényleg a tényleges plafonja, és aztán az AEW-ban lett nagyon sok fura kreatív ötlet, Igen. ami kodi pályafutását fura irányba lendítette. De itt, hogyha, hogyha, hogyha megtalálják azt a törékeny egyensúlyt, hogy levágják a vadhajtásokat, de cserébe nem mikromanageli kodit, akkor ez nagyon-nagyon jó lehet. Igen. És abszolút top, top part és mini venter srácok. És <laughs> három éves szerződés kötött, igen. Ez a, ez a gála pillanata volt tényleg, az a, az a kép az évvel, a, a Kingdommal, az American Nightmare-rel, és egy Kodi megjön a Wrestlemania-ra, és közdi, hogy I am home, az. <laughs> az mi volt? Baszd meg, Kodi! I am home. És <laughs> a fazomba. Ugye, srácok, amit mondunk nektek hónapok óta, hogy Kodinál a tróntörés meg minden szar csak a prezentáció meg a gimmick része volt, és az nem Kodirán elsz, hanem az az olajtes ugye? Meg hm? amit én szoktam mondani, hogy nem eszik olyan forrónak ását. Ja, 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 ugye? ja, ja Soha. Ja, soha. Uh, marha, marha jó volt. És aztán enne, ezek után, ami a legviccesebb az egészben, Cody Aztet birkóztak egy fucking AEW meccset. De előtte még beadta a izét, a Stardust Town-t. Azon is szakadtam. Kurva azon, azon is, azon is szakadtam. Meg, meg az egész betakommunikáció, hogy ezért uh, is, hogy Welcome back, szervusz, H hogy vagy, mi volt utána, meg ugye pár perccel később, amikor már birkoztak, Welcome to the big leagues, bitch! <laughs> Ugye az entrance nagy hangulata után az első tapogatózó percekből lehetett látni, hogy itt hosszú mérkőzésre rendezkedtek be, és ott egy kicsit leült a közönség. Tehát lehet, hogy az elejét ott jobban meg lehetett volna pörgetni, de e, kiművészkedték magukat a srácok, később aztán belelendültek. E, ott már voltak ambiciózus dolgok, amiket csináltak, és abban viszont bele is csúsztak a hibák. Tehát például a Kodinak a kifordulós crossbody a eléggé rosszul be. Aztán ugye már a meccs későbbi részében, amikor a jackknife meg akarták csinálni a dupla hidat, az is ugye ott maradt a földön. De nem próbálták nem sikerül... meg újra, hanem mentek tovább, ami nagyon jó volt. Nem, 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 nem sikerült kiemelni, és tudod, így, e közben így gondolkodtam azon, hogy vajon Vince mennyire nézi ezt most nagyítóval, hogy bassz már el megint ez a hülye ja. indimajom. Azt mondja gyerekem, hogy a világ legjobb birkózójának gondolja magát, aztán ide ki ezt a szart. Őszintén kíváncsi vagyok rá, hogy Vince mit gondolt erről a meccsről. Igen, én is erre, nagyon kíváncsi rendék, hogy, mert azért tudjuk, ugye, hogy voltak párszor ilyen fura dolgok, mint amikor Owens birkózott Jericho-val, és utána Owens hátra ment, és megkérdezte vince hogy milyen volt. Szar! Meg rollins is mondott már olyat, ugye, hogy ez szar volt, szóval... kicsit ijesztő volt, amikor ugye megcsináltak a ring kívüli szuplexet, ott Olfönnak jól meg a kezés, az csúnyán nézett ki szólva. De utána tök jól belevitték a meccsbe. Ugye ebből látszott, hogy, ugye, hogy bullet volt a meccs, mert mindent hívtunk, ami a bulletpointok között volt. Ugye? Mert mm -hmm. ugye ugye Kodinak is jött ugye a, a hítje ugye Seth kezére, Sethnek meg a hítje ugye a izére, a bordákra. Szóval egyébként tök jó meccs volt. Szóval kicsit a végén ugye elborult a gyógyszer, szóval ott egy, ott egy picit elmentünk ólelitbe, meg indibe, meg minden. Nem is kicsit. Nem is kicsit. Azon, az rögtem volna, hogy a tróntörés után mennyire vicces lett volna, hogyha Kodi a pedigrivel nyeri meg a visszatérő meccsét. De beadta a pedigrit, amit ugye az Elite-ben nem csinált meg. Nem adta be a pedigrit. t Tiger, Driver volt belőle, Igen, csak a, ugyanúgy nem. a Double Under pozícióból. Nem. Rollins adott neki pedigrit, és abból kikaut lett. Igen. Meg volt négy crossroads picit túlzásba lőttük, de egyébként abszolút ezzel a meccsen nem éreztem túlzásnak, mert tényleg azt látjuk, én nekem elmesélték tényleg azt a szorít, hogy most Seth bazzeg minden győzni akar, meg ugye Kod is meg akarja mutatni, hogy igen, visszajöttem, vagyok olyan jó, mint, mint ugye Setnek az ellenfelei, Edge, Roman, stb. 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 És nagyon eladták azt az egész meccsel, hogy újabb Dexter Interference, most már kinyitja az ajtót, az a baj. Uh, szóval, hogy eladták azt a szarít, abszolút, hogy ide kell a több finisher, mert mert szed ki fog rugni. Erbusz, babám. Mondjuk jó, csak érted, hogyha visszahozod az embert, így az első meccsen a finisherből annyira nem biztos, jó, hogy ki kell az Lehet, hogy nem kell. Az, az de... más kérdés, hogy aztán a vége az ugye full elites lett, hogy izé két crossroads, akkor utána a Bionic Elbow, a tiszteletadás, és azután a harmadik crossroadsra ér véget a meccs. Ugye ezt a három crossroadz t erőszeretettel művelte az elitben is. Igen. Kodi. És utána jött a legviccesebb pillanat, amikor Kodi megcsokolja. Igen, <laughs> de mi nem is. Yeah. közönség meg újjong a győzelme után, Gyerekek, ez mekkora poém már. Kodi rócsnak vissza kellett menni a WB-be, hogy megint csírálja a közönség. <laughs> Levike, ez... igen, ez nagy kutya, igen, továbbra is. Igen, ő nagy. Már most akkora öt hónaposan, mint a felnőtt kutyák nagy része. Nagy, igen. És ezért vicces, amikor babának hívjuk, és akkor mindig eszembe jut, hogy giant babának fogom hívni a végén. <laughs> <laughs> japára pára, Jönguk, előnyben. Ja, ja, ja. Fuck. És Kodi meg megmutatta tényleg azt, hogy, hogy ö, itt egy ö, normális keretek között, itt Buzz meg Kodiból topparc lesz. És ha vinszék úgy fogják használni, tényleg, ahogy kell, ö, abszolút hogy hívják? Jó, tényleg, számomra ez volt a Mária pillanat. Hát, Amikor meghallottam a Kingdomot, és, és megjelent Kodi. Hát de nem csak, nem estén. csak maga a Kingdom, hanem tényleg, hogy rajta hagyták, bazd meg az elején. Az egészet. az, az egészed. Meg, a, meg, a, meg a, tényleg a wrestling ez Morden Royal és mindent. És mindent. Hát menő volt, menő volt, srácok. Néha, néha döcögött a meccs, voltak, voltak ügyetlenebb dolgok tényleg, meg a mérkőzés első 5-10 percének a bukja is megkérdőjelezhető, de összességében ez volt az est másik legjobb meccse a Beki Bianca mellett. És mellé tényleg imádtam azt, hogy, hogy, tényleg így az egész prezentáció az volt, hogy az ki ez WrestleMania a meccs. Tehát tényleg a, a csajoknál éreztem azt, meg itt, hogy Oké, okay, ez most Wrestlemania. A többi az tényleg, ahogy mondtam tegnap is nektek, izé, eléggé töltelék volt, meg minden. De ez abszolút, ez is az volt, meg a Bianca Becky is abszolút big time. Big time, big time volt tényleg abszolút, szóval és Cody az meg megjött, és tényleg egyből bepozíciálta saját magát a legfőső polcra. Szóval ez... Ha Vince-nek tetszett. Ha Vince-nek Mert... igen. Mert erről nem vagyok azért meggyőződve teljesen, az 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 AEW meccs azt tetszett vince Lehet. Ha nem, azt látni fogjuk a következő hetekben. Igen, mert akkor megy vissza a mitkárrakod, és akkor bánatosan sok millió dollárral fog a mitkárdban pocsolyázni. Hát, hát tudod, a jó jó tudom, birkózó önérzet, meg minden, de a, a pénzzel könnyeket Uh, és továbbra is ugye meg, megvan a példaértékű igazolás, hogy Kovdi csak visszaette a fene, és ugye az Olajit alapítóját és egyik legnagyobb sztárját csak sikerült leigazolni, ami mondjuk ágyazhat egy-két olyan igazolásnak, uh, ami mondjuk egy hát nagy, ugye... darab, nagy darab vévetűs ember, meg egy hárombetűs közepes méretű zsidó, meg ilyenek. Igen, MJF, aki ugye állítólag panaszkodik, hogy nem kap fizetésemelést a szerződésének ja. a lejárta előtt. Hm. Igen. Ja. Igen. Na jó. De igen. természetes, természetesen ezzel most nem az elitet akarjuk szivatni, ők továbbra is jó úton járnak. Igen, igen, abszolút. Úgyhogy, abszolút, úgyhogy majd, majd fogunk velük is foglalkozni, mint a WrestleMania hiszti uh, lecseng. Uh, jó, király volt. paradjunk ja, ennyiben. ennyiben. Srácok, mondjátok már meg nekem, hogy mi a fasz volt a következő. Mert azt úgy, 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 úgy nem, nem tudom hova tenni, az egy uh, akkora vak, vakfolt, mint a szeméd. Ez egy akkora slugfest volt, és, 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 mintha nem is akartak volna együtt dolgozni. Rondában nézett ki a cucc, Ronda és uh, Charlotte között, mint a Becky Charlotte baszki. Ronda Rousey és Charlotte Flair azt meg, de a Smackdown női bajnoki címért hatodik pozícióban, és úgy nem jött át az egész meccs ahogy volt. Nem, nem. Nem, a abszolút. Szuper sloppy volt az egész. Nem volt kohéziója a meccsnek, nem volt íve a meccsnek. Unalmas volt, unalmas volt. Ez a legjobb szóra egyébként. De így tényleg nem, nem is tudom már, az egész szituáció nekem egy annyira indibuk hogy Charlotte és Ronda Igen. között, ugye, itt, itt, van, itt van a mi egyik legnagyobb nevünk, itt van ez a legnagyobb név, mit tudom én, US -ből rakjuk össze őket. össze őket egy meccsre. És akkor, izé, mint amikor egy másik indi szervezetből jön valami nagy név, és összerakod a te legnagyobb szároddal egy meccsre, és ja, hát mi mit csináljunk velük a meccsbe? Na, mind a kettőnek szabbi sünnye van, az egyik még nem teppelt, a másik meg izé. Na, akkor erre majd rámegyünk, oké, okay. és akkor ebb, ebből, ebből van egy meccs. Uh, én annyira nem éreztem a kémiát Charlotte és Ronda között, Próbáltak ütni egymást, meg random meg, meg nem volt semmi tényleg valami történetmesés, nem kohézió a meccsben ahogy mondtad, hanem az egyik csinált valami baszást, aztán a másik csinált valami baszást felváltva ez, a, ez az improper maszad baszás a legjobb kifejezésre, mert tényleg az volt Hát annyiban nem volt improper, Jó, hogy jól megütötték egymást ne. társzor. Ö, nem tudom, tehát a kommentátorok azt a sztorit próbálták elmesélni, hogy hogy ez most arról szól, hogy ez a két csaj, ez mennyire kiegyenlített küzdelmet, wave, vagy mennyire ivenli meccs, ugye é, ez, ez, ez me, volt a narratíva. Meg azt, amit... ugye, hogy ugye, ugye wrestlingben jobb, ami egyébként kurva nagy fasság, mert, mert egy feketőves bronzérmes judósról beszélünk, ami what the fuck, nem ne mond már nekem, hogy grappling grapplingben rosszabb lesz Ronda, mint Charlotte. What the fuck? Nekem nekem, ne ne már tényleg a, 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 a meccsnek az egész léte egy vakfolt volt, és amit csináltak, ez nem cáfolt rá. Erre a dologra. Meg az, hogy vakker, akkor basztuk volna rá azt, hogy Submission megy. Hogy kitöri meg a másikat előbb. Igen. Vagy valami. Meg, meg ugye, izé, a Rondának a a rondának a nagy dumája a PPV előtt. Ó, megfagytunk. Megfagytunk? Nem fagytunk. Nálam teljesen. Nem. pedig Na, hallott. most visszajött. Most visszajött. Na, szóval ugye rondának a nagy dumája a meccs előtt, hogy vagy teppesz, vagy kitépem a karodat. És ha. azzal megyek az a személyáról Erre mi a múlva, amit a legtöbbet csinálunk? Enköldök. Igen. <laughs> És akkor kapunk egy ilyen szuper dusty finish -t. Mert ez aztán a Dusty Finisek nagy könyvéből volt. Hosszeg Robinson mekkora átrepült. Mert valószínűleg Charlotte 20 vagy 30 kilóval nehezebb, mint Robinson. Szegény Little Nature, hogy belevágódott ilyen Spears-szerűen Charlotte, és így... A turnbuckle olyan szépen hogy belement a kisagyába, igen, szóval a bíró ki volt itt vele, amikor Sárlott teppelt Rondának, és amikor Ronda emiatt fölkelt és számunk érte a, műsor, a mérkőzésvezetőt, Sárlott beadott neki egy fucking big bootot. És egy big boottal megverte Ronda rousey Ez <laughs> Az meg, nem, ez levírta, hogy kb. elásták. Na most, hát, hát, ja, egyébként. Ezt nem is értettem. Tehát én, nekem is, amikor láttam, akkor már beszéltünk délután bármivel, és annyit írtam neki, hogy BTS. Mi, az, hogy, mi az, hogy Big Butta megvered Rondát? Ronda fucking azt hogy úgy hoztunk be, mint a Jézus második eljövetele, az meg konkrétan. Elképesztő. De, de, de értettem. Flairnek ez egy semmilyen mozdulata. És a figureidből kijött, a natural selectionből kijött, és akkor Big Buddha meghal. Most nem értem, hogy Ronda nem érti a bizniszt, és így Charlotte ezt így neki eladta. Vagy mi? Mert ez tényleg így... What the fuck? Mert ez így... Tudod, Charlotte előadja. Ronda, van egy mozdulatom, amit soha nem szoktam használni, de rajtad fogom! És az milyen jó lesz. Na, ez persze csak vicc meg esélytelent, az, az agentek erre a, az agentek erre nyilvánvalóan odafigyeltek volna, de ez fura volt. Nagyon, nagyon fura nagyon. volt. Eh, jó. Egyébként olyan plegykák jöttek ki, a Mária óta, hogy amikor Ronda megtudta, hogy nem ő lesz a main event, akkor nagyon-nagyon bánatos lett. És mert ugye ő ő ezt, még ő, ezt még ő kommunikálta kedden egy talk hogy ő fogja zárni a vereszeményet. Általában a holofémről hazament pénteken. <gül> <gül> és, de erre mondtuk azt, baszki, hogy ez is csak azt mutatja, hogy nem ismered a bizniszt, mert ha ismered a bizniszt, akkor tudod, hogy Dallas, Texasban nem akarsz Stone Cold Steve következni. Nem. Se közvetlenül utána, se azon a són utána. Mert mert bazd meg. Osztiról beszélünk. Az elmúlt 30 év Hogennel együtt legnagyobb sztárja a bizniszben. És látszott is. Látszott is. Texasban. És ugye ott volt, ahogy hívják, ugye otthon, Dallasban, ahova egyetemére az... jár. Ahol az első meccsét vívta, a ugye. Ahol ahol, 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 ugye a csávónak egy fucking Texas kör van a várliára te továllva. rondám, értem én, hogy külsős vagy, és nem érted a bizniszt, de bazd meg hallgass az idősebbekre. <laughs> hát konkrétan, Uh, igen, András, megint picsakott Ronda, igen, igen, ez a lényeg. De, de nem baj, mert Rick Flair közölt, egy ez volt minden idők legjobb női mérkőzése. Még a Cardon sem a legjobb női meccs volt. Egyébként igen. Igen. Egyébként igen. Uh. Igen, Ádám, egyetértek, hogy abszolút ezért a fiúdért érdemes volt kukázni a Sasha Charlotte viszályt. Ja. <laughs> Nagyon. 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 Szóval jött a, jött a main event of the evening. Ugye Kevin Owens megérkezik Giga Heatre, amit még tetézünk jobban, még egy kicsit, amire megjön az üvegcsörömpölés, és ugye Dallas elveszti az eszét, szóval hogy onnantól kezdve lúzdersítvó teljesen, szóval Srácok, tényleg Austin 19 éven nem birkózott. Olyan sok mindent nem is csinált, néhány tévésorozatot csinált, zsékategóriás akciófilmet, meg podcastet. De ezzel együtt még ennyi után is nagyobb sztár, mint bárki a rossz yeah. teren. Yeah. Főleg Texasban. A ahol ugye jótékonyan elhallgatják, hogy már rég nem ott él, de... Nem, yeah, ezt így nem mondjuk. De ez, ez ne zavarjon senkit, különösebben. A a az üvegcsörömpölés az továbbra is a yeah. legnagyobb pop, ami a birkóban a ha Az abszolút. Max az if you smell ér a közelébe, de más semmi. Más semmi. És akkor, hogy megjön Austin, komótosan leesik róla majdnem, ahogy hívják. A térdvédő. A térdvédő. Igen. Igen. Már rég volt, amikor föl kell rakni. És akkor, hogy leülnek beszélgetni. Mondom, hát, ez így jó uncsi lesz, ha ezt fogjuk nézni még 40 percig, mert ugye láttam, hogy az meg 40 perc, ha még az adásból sárlotték után. Mondom. Mit fogunk itt csinálni? És akkor így ugye Owens közli, hogy hát én nem azért hívtalak ide, hogy beszélgessünk, hanem azért hívtalak ide, hogy kihívjanak egy meccsre. Én meg így nézek, hogy Vince, mi a faszt csináltál? Hogy a faszban veszed rá austin arra, hogy 19 év után meccseljen? Ez annyira jó pofa, mert ugye amikor Owens elmondta ezt a kihívást, utána volt egy két perc, amikor Austin nem szólalt meg. Csak így pásztázta az arénát, és nézett a távolba, és próbáltam így olvasni benne, hogy Austin vajon mire gondolhat, és valamiért az a benyomásom támadt, hogy a fejében éppen most az jár, hogy na ezt most mennyire fogom megbánni. Nekem hogy most még kitáncolhatok belőle. Nekem is ez a kettő volt, hogy, hogy behívom izé Kevinnek azt, hogy Stanner és megyünk haza, vagy pedig megbánom az egészet, és akkor mindegy, és akkor eh, fuck it, csinálj. Give me a hell yeah. Ugye, ugye. Sze szerzik a kölyöknek egy jó estét, hogy rajtam nőtt föl, imád, ugye izé én voltam a példaképe, birkóztat velem, szerzek a kölyöknek egy jó estét. Azért Osztin most nem promózott sokat. Nem. De az intenzitása az még most is tanítani való. Igen. Hát az a nézés még mindig, az a pislogás nélküli jéghideg nézés, ahogy tud nézni, az elképesztő. Meg azt, hogy a tenyeréből eszik továbbra is a közönség, ugye? Igen. azt csinál velük, amit akar. Nagyon-nagyon dura volt, és az Austin mondta, jó van, akkor meccselünk, bazd meg. És hát ekkor már elkezdtem félni. <laughs> mi a fasz lesz itt? Főleg az első izé, stamping in the mud hold, amikor, ami kurva lassú volt, és kurva fájdalmas, mondom, jaj, ne, ez úgy fog kinézni, mint tékerék, baszd meg az araboknál, mi a fasz lesz ez? Aztán én bemelegedett, és utána jó volt. <laughs> Ugye mindig, mindig ez, hogy az elején vagy kicsit ilyen merev, és aztán visszajön a módzsóda, hogy elkezded csinálni. Ez, ez, olyan, ó, ez ugyanaz, amit eddig csináltam, ugye? És amúgy az izé a mathollal se volt baj, mert a közönség felzabálta Zabálta az egészet, független attól, hogy lassú volt meg minden. És aztán kimentek a ringen kívülre, és ugye Owens beküldte austin a barikádba. Az is ilyen szuper finom volt, ilyen, nagyon ilyen a hátával a, a barikádot. Kis, kis pusz volt, így Owens így nem adott bele, nagyon erőt. Ját, fogalmazzunk úgy. És, és gondoltam, hogy ja, 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 ez ciki lesz, aztán két perccel később Austin neki baszódott a ringoszlopnak, de úgyhogy azt hittem, hogy Blade Job lesz belőle. Igen. És akkor én akkor elkezdtem nézni, hogy hoppá, Steve, mi a fasz csinálsz? Szar Aztán... nyakad, szar hátad, szar mind a két térded és a könyököd. Aztán kiventek a közönségbe, és Owens adott egy szuplexet Austinnak a betonra. Én is néztem, hogy Fív, ez nem volt jó ötlet. 57 éves vagy, bazd meg. És egy szar. De oztin a maximalizmus az így előjött. Igen. Szerint, hogy, hogy, hogy ha már birkózom, akkor nem lehet teljesen szar. Akkor csináljuk rendesen. Akkor az a, kem... a, az a. Az a, ahogy Owens beküldte a, a kommentátor asztalba, az is gyönyörű volt. Vártam volna még a Stanert a kommentátor asztalon, de azt tartogattuk még. Utána, hogy fölmentünk a izéval a a izé... A, a, vaddala, a, a... a tetejére, igen. Akkor két szuplex a rámpa tetején, meméne. Az a, annyira picture perfect szuplex volt, azt így néztem. Austin 19 év kiadás kihagyás után bazd meg olyan suplexet adott, hogy az gyönyörű volt sokkal többet kaptam 19 év után austin mint yeah. vártam. Nyilván így is egy nosztalgia buli volt az egész, de a helyszínű közönség fölzabálta, és uh, megtette tényleg, amit, amit megtehetett. Yeah. Ennyi, ennyi, év és ennyi sérülés után. És Kevin Owens pedig a, a szerződés hosszabbításért jutalmul megkapta azt a kiváltságot, hogy WrestleMania főmeccsben jobbolhat Stone Cold Steve Austinnak. Erre, erre, egyébként, tudod, így, így erre, a pár évvel ezelőtti pánknak a fejét megnéztem volna. Tudod, ez a... Pánk, aki évekig lobbizott azért, hogy legyen valami austin ugye? De aztán ugye pánk twittelt, ugye... Igen. hogy boldog vagyok Kevin miatt, boldog vagyok Cody miatt, boldog vagyok oh, Steve miatt, ja és baszódj meg. Eddig <laughs> <laughs> jó volt, jó volt nagyon. És azért Owens is berakta ja. a maga kis dolgait, szóval, szóval nem squash volt őt Osztín, Owensnek is megvoltak a maga dolgai, ott volt a Stunner, amit itt tökéletesen lebámpolt. Meg a hockey fight, bakker. Ugye? Szóval nem az volt, hogy lesquash a servus. <laughs> ez nagyon jó volt. És ugye <laughs> tényleg ugye Owens, meg ugye abszolút, ugye, ó, ugye Owens birko, a birkóból tanult meg angolul az idére alatt azért lett birkózó, mert austin nézte. Ja, és egyébként, ha már remek manőverek, ahhoz mit szóltál, amikor Owens bejátszotta ugye a klasszikusát, hogy rácsapsz a székkel a kötére, és vissza a fejen talál. Picture perfect volt. Tökéletes volt. Tökéletes volt. Ugye ezt rokkal rengetegszer ugye eljátszották szóval kb. minden egyes meccsükön. És akkor utána a Standard, és akkor van Too Free, és akkor utána a beer Party. Igen. És akkor meg utána egy ma... szexton is kapott Standard. standard. Hát srácok, tényleg sokkal többet kaptam austin mint amit vártam, ez, 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 ebből a szempontból ennél jobb nem lehetett, boldogan ment haza a közönség abszolút, mert megtörtént az, amire senki nem számított volna, azért Austin is visszajött. Tényleg nem vonul vissza soha senki véglegesen ebben a kurva bizniszben, mert már Michael's-ről azt hittük, ő is visszajött, és austin, austin volt az utolsó reményünk, bazd mindenki visszajött. De nem, ő is, ő is visszajött még egy meccsre, hogy Dallasba kezdte, Dallasba fejezze be, a, pályafutását. Itt igazából az egyetlen kifogásolható dolog, ami így felmerülhet, főleg az, hogy azután, hogyha megnézzük mi megy a hogy a Dabrobi egy ilyen nosztalgia bulival zárta le az év legnagyobb gáláját, úgy, hogy ezen a kárdon az egy szem Joringer szerencsétlen Dominik misztériót leszámítva a fiatalok nincsenek sehol. Nincs, Fasorban nincs, se. nincsenek is fiatalok. Nincs 30 év alatt birkózó a kárdon Dominik misztériót leszámítva. Azt hiszem, most talán, de benne sem vagyok biztos. Nem, Szerintem most nem. Is 32 éves, szóval nincs. Meg Bianca se, ugye? Nem, ő, ő is 30-an felül van. Ja, szóval... Üh, igazából csak az első este volt, szóval... Oké. Okay. Osztin a másik estén van, Balázs. Osztin holnap lesz? Mármint teori, <laughs> Igen, 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 Osztin teóri. Mert most egy másik osztiról beszélgetünk képpen. éppen. Igen, igen, Logan Paul azt írják a srácok, hogy ő 30. Ja, Logan Paul 27 éves, szóval. De ő oh. meg ugye, te ugye hogy hívják? Szóval... Külsős. Szóval... Ja. Nem, nem éppen rossz tertag. Ja. Szóval... Fú! Milyen volt a mánia így? így? Olyan kicsit, olyan, olyan felemás, de nem volt rossz. Szóval nem volt szar, nem volt kiemelkedő, nem volt mindegyik legjobb Wrestlemania, nem volt mindegyik legrosszabb Wrestlemania. -ja. A második felére úgy azért összeszedtem magát, kivéve a Charlotte és Ronda. Cuc? Összességében nem volt rossz, nem, én, nem. én ezt mondanám. És tényleg sokat segített, hogy nagyon friss volt nekem a birkó, mert nem néztem több mint egy hónapja. Igen, Ö, igen nekem Semmit. Na nagyon, nagyon jó volt, hogy friss volt a, frissen tudtam befogadni a birkót. Ö, Igazából olyan, nagyon sokat nem, sok mindent nem mozgatott meg bennem. Tényleg Kodi visszatérését leszámítva nem, nem igazán érintett nem. meg ez a, ez a ebből a szempontból kicsit meg volt, de abszolút vállalhatónak gondolom, úgyhogy én erre az első estére egy gyenge négyest megszavaz. Abszolút, meg. egyetértek, igen. A, a Becky Bianca meccs kifejezetten jó volt, a Cody Rollins meccs az moment is volt, és, és a meccs is jó volt. Austin, oké, okay, hogy tényleg lehet, hogy nem vele kéne már 2022-ben zárni egy WrestleMania, de többet kaptunk a, a komplet szegmenstől is azáltal, hogy lett belőle egy meccs, és, és a meccsen belül is, yeah. mint amennyit reálisan várhattunk. A Mysterio ék -E Logan Paul elleni meccs az egy kifejezetten kellemes meglepetés volt. Tényleg kettő nagy negatív van, van az adásnak, a Bucks sérülés és a Charlotte Ronda mérkőzés. Ennyi. is, ami volt volt. Ennyi. Azt kérdezik tőlünk, hogy mit tippelünk már, melyik lesz uh, mit tippelünk mára, meg hogy mi, lesz az, mi lenne az ideális opener ma? Mm. én az árkébróval kezdenék. Én is, igen. Az, az, az szórakoztató, Tud pörgős lenni azért, hogy a Street Profits is kifejezetten jó abban, hogy a rendék is kifejezetten jók abban, és az Alpha Academy is, szóval az lenne az ideális kezdés. Meg fölébreszti igen, a közönséget. Igen, ed. az abszolút, igen. Úgyhogy ö, én nekem ez lenne a választásom, de ezt már múlt héten is mondtam, azt igen, hiszem, amikor igen. beszéltünk róla, hogy az árkébróval nyitnám valamelyik napot. És mit tippelünk? Már a női tech team meccs fingom nincs, hogy mi lesz a vége, valószínűleg rárakják sasha az övet Ja, hogy szásának legyen már végre egy darabra szönyeggyűjtve, mert most jelenleg 0-6 06 on áll, azt igen, hiszem. Igen. <laughs> e, Noxvilék ugye valószínűleg e, hogy nyerni fog személy ellen, a New Day valószínűleg meg fogja verni Sémözt is Hollandot, valószínűleg e, reméljük azért, ha Biggie tud mászkálni már, akkor legalább e, megmutassák a közönségnek, hogy Biggie tud, tud lépkedni. E, Pet meg fogja verni austin teorit, abban biztos vagyok szerintem az RK bro, ö, veszti az övet, és aztán akkor holnap az RK Explod. explodes. Az Edge Styleson valószínűleg szerintem Edge megveri styles t A Bobby Leslie most furra nem érdeke, és le is szarom. Uh, Brock Lesnar versus Roman Rén, Roman tisztán pinneli a Brockot a ring közepén, Van two, free, és uni Unispeeded heavyweight champion lesz. És ha nem ez lesz, akkor szomorúak leszünk, Igen. és hallani fogtok róla a podcastben. Így van, így van. Így van. Szóval ez ez, 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 jelenleg a tip sorom. És kurvára nem érdekel az omosz Leslie. Annyiban reménykedem azért, hogy Lesli megbassza Omoszt, és akkor az Omosz kísérletnek végre vége van, és akkor kukázhatjuk a faszba az egészet. Én is életemben nem szurkoltam még ennyire Leslinek, még akkor sem, hogyha ez azzal fog járni, hogy ha Lesli nyer, akkor egy hétig lesz Leslie szoba, Lesli oltár szoba a Discordon. Nem baj, nem baj. Megéri, 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 csak verje meg. meg Omoszt. Meg. Bár nem. ennél valószínű, hogy Omoszt fogjuk tovább tussolni, Jaj, de jó lesz, és Jaj, de jó lesz. Szóval ez volt a mai podcastünk, srácok. Holnap nem lesz uh, podcast, mert valószínűleg egyik ön sem fogja tudni megnézni a Wrestlemania-t estig, nagy valószínűséggel. Én ugye biztos nem, mert háromig be leszek dolgozni. Szóval majd utána valamikor nekiállok, és valószínűleg holnap is négy óra lesz a kurva Wrestlemania, szóval kurva sokáig fog tartani. Uh, szóval valószínűleg vagy kedden fogtok kapni belőle elemzős videót, vagy pedig szerdán livestreamet meglátjuk, ahogy megengedhetjük magunknak, de természetesen nem maradhat el a Wrestlemania a második estéjének a kielemzése se. Remélem legalább az elsőnél nem lesz rosszabb, és akkor már azt mondhatjuk legalább, hogy szolid Wrestlemania volt összességében, ha nem is hibát. Így, így van. És addig is tudjátok, hogy mit kell csinálni. Szokás szerint bízatok a doktorban. és csak semmi pánis, srácok. And wrestling is fun. Sziasztok! Sziasztok! Köszönjük, hogy megnézted a videót. Hagyj egy kommentet, meg egy lájkot, és iratkozz fel a YouTube csatornánkra. Ha néznél még egy kis szorítót, itt találod a sorozat lejátszási listáját, valamint a legújabb videó. Az élő adásainkért kövess minket Twitchen, támogass minket Patreonon, valamint csatlakozz a Szorító Klubhoz a Discord szerverünkön. Minden linket megtalálsz a videó leírásában.